Tömeglélegeztetőgépet fejlesztenek az Óbudai Egyetemen a koronavírus elleni védekezéshez. A műszer alkalmas lenne egyszerre több kritikus állapotban lévő beteget is ellátni. Az intézmény innovációs központjának igazgatója híradónknak elmondta, céljuk, hogy az eszköz 2 hónapon belül alkalmazható legyen, és már felvették a kapcsolatot az operatív törzzsel. Így néz ki egy lélegeztetőgép. Egy műszer egy beteget tud életben tartani. Ezért is fontos, hogy a járvány miatt kialakult helyzetben minél több álljon rendelkezésre. Az Óbudai Egyetem ugyanakkor egy olyan speciális lélegeztetőgép fejlesztésén dolgozik, amely egyszerre több beteg ellátására is alkalmas lehet, akár tábori körülmények között is. Híradónak az intézmény kutató és innovációs központjának igazgatója elmondta, kész a prototípus, a következő hetekben tesztelik, a cél, hogy 2 hónapon belül alkalmazható legyen. Felvettük a kapcsolatot az operatív törzsel, hogy tudjanak róla, hogy van ilyen technológia, tehát amennyiben erre esetleg szükség lenne, akkor ebbe az irányba lehet mozgulódni és utakat nyitni. Közben az RTL híradója arról számolt be, hogy Pécsen kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget, ugyanis áramkimaradás miatt leállt a lélegeztetőgép. És ott, amikor a hoztak a kórház más részéről energiát, egy 4 óra elteltével állt helyre az energiaszolgáltatás. Berendeltek orvosokat és kézzel lélegeztetnek betegeket. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központja megkeresésünkre azt írta, egy ágyas szobában egy zárlatos tápkábel okozta az áramkimaradást. A hibát elhárították, a betegellátás folyamatos volt. A szakemberek egyéb hibát nem találtak. Azt már a 24.hu írta meg, hogy a szegedi védőnök tanfolyamon sajátítják el majd a lélegeztetőgép használatát. A portál úgy tudja, erre elővigyázatosságból van szükség. Kerestük az ügyben a Szegedi Tudományegyetemet, ám adásunkig nem értük el az intézményt.